Február 1 a Magyar Nemzeti Bank kibocsátotta az új 500-as és 20 forintos címletet. Az 500 forintost új biztonsági elemmel látták el, a 20 forintost pedig a megnövekedett forgalom igényelte. A Magyar Nemzeti Bank 2001. február 1-én kibocsátotta a 20 ezer forintos címletet, amelyet a megnövekedett forgalom igényelt. A 20 000 forintos címlet kibocsátásának előnye, hogy mérséklődik a 10 forintos iránti igény, a készpénzforgalom kevesebb bankjegyjel olcsóbban lebonyolítható. A 20 ezer forintos bankjegy előoldalán Deák Ferenc arcképe, a hátoldalán az 1866-ban megnyílt régi képviselőház épülete látható, amely 35 éven át adott otthont az országgyűlés képviselőházának. A 20 ezer forintos bankjegy a bankjegy, a bankjegy magasabb címleteinél megszokott összes biztonsági elemmel rendelkezik, ezen felül egy címlet védettségét növeli a hátoldalon található, optikailag változó tulajdonságú festékkel készült nyomat. A bankjegyet a bankjegy többi tagjához hasonlóan Bagyocki Károly grafikus művész tervezett. Az új 500 forintost egy új optikailag változó tulajdonságú festékkel készült nyomattal hozták forgalomba. Az új biztonsági elem az előoldalra a vízjelmező felett található rejtett kép helyére került. A nyomat a rátekintés szögétől függően arany vagy zöld színű. A Magyar Nemzeti Bank 2000. augusztus 20-án bocsátotta ki a 2000 forintos címletű emlékbankjegyet, amelyet előjegyzés formájában a Magyar Posta hozott forgalomba. Azok számára, akik a jegyzési időszak lezárulta után szeretnének emlékbankjegyet vásárolni, azt megtehetik a Magyar Nemzeti Bank pénztáraiban készpénzért névértékben.